Idén is sor került a hagyományos tavaszi nagy takarításra. A hagyományoknak megfelelően most is a Kolontó környékét tisztították meg az önkéntesek. Hát idén is a klasszikus útvonalakat bejárjuk, tehát a Madárvárta fele, a Kolontó partját, a védett terület határán szedünk szemetet, szerencsére azért nincs olyan túl sok, és találtunk újabb ilyen szemetes gócpontokat, ahol eddig még nem jártunk, ez a Matyó környékén találtunk komolyabb szemétmennyiséget, illetve találtunk újabb tanyahelyeket a vadasban, ahol nagyon sok szemét halmozódott föl, és akkor azokat próbáljuk összeszedni. Mindebből, amit mondtál, úgy tűnik, hogy lehet, hogy szaporodott az elmúlt évekhez képest a határban lévő szemét? Azt kell mondani, hogy ugye egyre több, ezek régi szemétlerakóhelyek voltak, tehát még 20-30 éve ott hagyták a szemeteket. Sajnos azért el kell mondani, hogy idén tavasszal vagy nagyon sokan hordtak ki szemetet, főleg ide a szeméttelep környéki útra, ott nagyon sok zsákot dobtak el, ahelyett, hogy bevitték volna a szeméttelepre. Vadasban vagyunk egy tanyahelyen, ahol nagyon sokan szeméttelepként használták ezt a régi házhelyet. Hát ez volt a fő támadási pontunk a Vadasban, ugyanis a Sárgatóra útvonal, a homoki nősziróm túra, és erre szoktak gyakorlatozni a tájfutók is, úgyhogy mindenféleképpen elsődlegesen ez a terület volt, amit meg szeretnénk tisztítani a szeméttől. Mit lehetne üzenni azoknak, akik ide hordták ezt a sok szemetet zsákokban, meg úgy szabadon is? Igazából nem adjuk fel a harcot, ezt mondhatom. Idén rendezzük meg az 5. tavaszi nagytakarításunkat. Én úgy érzem, hogy azért már látszik a területeken, amelyre mi rendszeresen megjelenünk évente egyszer, végezzük a munkánkat. Most fejeztük be éppen a szemétgyűjtési akciónkat, 5. éve már, hogy ezt minden évben megteszi a Tegyünk ki zsákért Egyesület. Hát azt kell, hogy mondjam, mindig újabb szemétlelőhelyeket fedezünk föl. Én azt gondoltam, hogy az idén sokkal kevesebb szemét fog összegyűlni, de sajnos ezt nem mondhatom most el. Több konténerrel gyűjtöttünk össze, köszönhető ez a lelkes csapatnak, közel 60-70 fő jött össze a mai akciónkra. Folytatás jövőre, illetve most folytatjuk a zsíros kenyér partival, amint láthatjátok, jön még a forró tea hozzá, meg egyéb finom nedük.